Tuch Judit Nikolett, Rumli. Ez most így egy picit kínos, de hát csak elmondom azt, mi az, ami körülöttem néhány embert kiakaszt. Kezdjük azzal, hogy a gyerek szüleinek adomány, még akkor is, ha icipicit csekély mértékben trehány. Nem azt mondom, hogy a szobám egy szemétdombtemető, csak a szaga olyan, mint egy napos csibekeltető. Nem azt mondom, hogy a szőnyeg morzsával van tel is tele, de egy hangyakolónia bőven jól lakhatna vele. Ha apa, anya, engem szobafogságra ítél, nem bánom azt, vacsi se kell. Jöhet éhínség és tél, mert az ágyam alatt én nem szörnyet rejtegetek, hanem néhány, több száz hetes sajtos pizza szeletet. Remélem szememre soha senki nem veti, hogy a penészes befűttet szekrényem mélyre rejti. Ha kinyitod, az a látvány indokolatlan lehet. Senki nem hallott még arról, hogy bioszra kísérlet? Azt a kevés fél pár zoknit illik megemlítenem, amik a lát taknyos zsepik armadáját elrejtettem. Ágyam soha nem vetem be, megtehetném, de minek? Én a szokás hatalmában nagyon régen nem hiszek. Így élek én, s biztosítalak. Harmónián végtelen, öt csillagos luxusvilla, kényelem a négyzeten. Ha felnövök, ráérek majd rendet rakni. Azt hiszem, addig is tudd, hogy ez az én természetes lakhelyem.